Nem a régen néhány napja a közlekedési kultúra napján indította el pályázatát a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. A Közlekedj biztonságosan kampányt, erről beszélgetünk most a vezérigazgatóval, Bartal Tamással. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Érthatják ezt fontosnak, mondhatnánk egyszerűsítve, hogy csak be kell szedni az útdíjakat, aztán kész, el kell számolni vele. Miért vállalnak föl ilyen egyébként szerintem szimpatikus és teljesen helyén való kampányt? Én azt szoktam mondani, hogy a közlekedés és a vezetés Magyarországon olyan, mint a foci. Mindenkinek van róla véleménye, és természetesen mindenki jobban tudja csinálni, mint a többiek. A viccet félretéve én egy közlekedéssel foglalkozó nagyvállalatnak a vezetőjeként, és egyébként családapaként is úgy gondolom, hogy a közlekedés biztonság az egy kulcs dolog a Magyarországon, és ez egybevág azokkal a felmérésekkel is, amiket mi akár tavaly, akár ebben az évben csináltunk. Az embereknek a 95-96%-a úgy gondolja, hogy ha kultúráltabban közlekednénk, akkor biztonságosabb lenne a közlekedés, és egyébként pedig most is a legutóbbi felmérésünk, amit most csináltunk az elmúlt hetekben, az emberek 90%-a úgy gondolja, hogy szükség van ilyen közlekedésbiztonsági kampányokra. Ugye nagyon sokszor elhangzik az, hogy a pandémia alatt szerencsére kevesebb volt a közlekedési baleset, illetve ez a morál, amit ön említett, azért az elmúlt 10 év távlatában lassan, de javul. Mégis nagyon fontos, hogy a fiatalokra fókuszáljunk, azokra a gyerekekre, akik bekerülnek ebbe a közlekedésbe. Mennyire tartaná szükségszerűnek az ő mondjuk a tanoktatásba, az oktatásba való iktatását, beékelődését annak, hogy a közlekedés biztonságról tanuljon. Igen, volt ilyen, nem tudom, most szerepel ez az oktatási rendben, vagy gyakorlatban? Nem tudom, én már elhagytam az iskolapadokat, és a gyerekeim erről nem számoltak be, úgyhogy én úgy tudom, hogy most legalábbis, ahol éppen ők tartanak, nincsen. Én mindenképpen fontosnak tartanám, mert én is emlékszem, hogy ültem apám mellett, és először csak a tájat figyeltem, aztán, hogy vezet, véleményem is volt róla, még nem mondtam, aztán idő után már mondtam. Már most mi is ott tartunk a gyerekekkel, hogy ott ülnek hátul, és már megmondják a véleményüket, hogy hogyan vezetek, úgyhogy van véleményük. Nézzük meg, hogy mi ennek a kampánynak a célja, miben támogatják a fiatalokat, mit kérnek, hogyan lehet jelentkezni, és mi a legfontosabb üzenete? A legújabb pályázatunk az egy videópályázat. Ezt tanultam a biztonságos közlekedésről, ez a mottója. Legalább 15 másodperc, legfeljebb 60 másodperces videókat várunk. Teljesen kötetlen a műfaj. Az a lényeg, hogy valamilyen módon a témához kapcsolódjon. És október 10-e a beadási határidő. A nemzetiudi.hu weboldalunkon a részletes részvételi feltételek megtalálhatóak. Nagyon fontos, értékes nyeremények vannak. Kamerát lehet nyerni. A Hungarian Police Rally Team, ami egy együttműködő partnerünk, be lehet ülni a kocsiba és menni vele egy kört. 50-30 ezer forintos vásárlási utalvány van a második-harmadik. Egyszerűen a gyerekek így mobiltelefon, ahogy szoktak egymás között is játszani, bármit rögzítve, a témához kapcsolódóan meg tudnak küldni, nem kell profi technika hozzá. Abszolút nem, hát igazából én magam is látom, a gyerekeimen is, meg már én is viszonylag egyszerű módon lehet már ezekre az okostelefonokkal összerakni videót, feliratot rá, összevágni. Már érkeztek, mert ugye ez elindult már a kampány néhány napja vagy hete, meddig tart, és érkeztek-e már értékelhető pályaművek? Érkeztek, nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy majd a nyáron kevesebb lesz, akkor mindenki majd a nyaralással foglalkozik, ezért jó előre meghirdettük, és október 10-e lesz majd a határidő, tehát amikor újra beindul az élet az iskolákban, akkor majd újra fogunk erről beszélni, várjuk a pályázatokat. Mennyire kell személyes élménynek tenni, és miket tapasztalnak, hogy mennyire vannak a fiataloknak, hiszen ez középiskolás és általános iskolás diákoknak hirdették, meg mennyire van nekik ilyen személyes tapasztalatuk a biztonságos vagy a biztonság hiányából fakadó közlekedésről? Biztos, hogy van, mert tavaly is volt már egy hasonló pályázatunk. Hogyan vezetnek a szüleid? Videót kellett csinálni. Az egyik kedvenc videóm az volt, amikor apuka magyarázza a kisfiának, hogy a kerékpárosokat azokat nem bántjuk, azok szépen eltávolodunk tőlük. A zebrához közeledve, ha már látjuk, hogy valaki át akar menni, azonnal megállunk. Ez a szöveg, és mellette látjuk, hogy mi a valóság. A kerékpáros leszorítva, tehát lebukik a kerékpárról. Nyilván vicces, ironikus a videó, tehát nem valóságos, ez egy animáció volt. Újra vett, igen. Igen, és a zebrán meg újra bennek szét a gyalogosok, nehogy elüsse őket. Szóval az a fontos, hogy tehát nem az a fontos, hogy mit mondunk a gyerekeknek, hanem hogy mit cselekszünk, mert ők a példát látják, a példát fogják követni. Hát ez nagyon fontos lenne, és nyilván azt rögzítik, úgyhogy ettől kezdve odafigyelünk, mikor vezetünk, nehogy a gyerek a hátsó ülésről fölvegye valami érdekes. Hát titokban jelentkezik erre a pályázatra, hogy óvatosan vezess, Tamás, bár nyilván nagyon jól vezet. De jó ezért, nem, és nem várt, hogyha van az emberek egy kicsit a lelkiismerete felébrednek kapcsán. Szerintem sok szülő el fog gondolkodni majd önmagán és a vezetési stílusán. Úgyhogy akkor arra bíztatjuk a fiatalokat, hogy pályázzanak, küldjenek videót önöknek, és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. És hát ősszel térjünk majd vissza a dolog értékelésre. Köszönjük szépen. Biztonságos közlekedés, szép napot kívánok!